Ültünk esténként a nagymamámnál, mert hogy nála laktunk, amíg építettük a saját házunkat. Mindig magyarul beszélgettünk, és kérdezgették tőlünk gyerekektől a felnőttek, hogy no, Sandrika, hogyan van a szlovákó, hogyha az... És akkor mondtam, hogy dom. És az, hogy virág, mondtam, hogy kvet. Jó van, nagyon ügyes vagy. És hogyan van a macska? Az ugyanúgy, macska. Na látod, nem is olyan nehéz. Én egyáltalán nem tudtam, hogy ez mire való. Aztán elmentünk anyukámmal vásárolni Nyitrára, Nagy Szétényből, a faluból a városba, és az anyukám rám szólt, hogy ssss, itt nem szabad hangosan magyarul beszélni, csak szlovákó lehet. Úgy képzeltem, hogy Nagy Szétény, a kis falunk, egy sziget lehet, ahol magyarul beszélgetünk, csak ezt a falut valamilyen varázslatos módon ide fújta a szél Szlovákiába. Szlovák oviba járattak a szüleim, a szlovák unokatestvéreimmel együtt, akik egyébként magyarok voltak. Csak hát őket már a kezdetektől szlováknak nevelték a szüleik, mert azt akarták, hogy könnyebben boldoguljanak Szlovákiában. Én akkor ott az oviban megtanultam a nyelvet. Otthon magyarul beszélgettünk, de azért használtunk szlovák szavakat, amik később beépültek a nyelvezetünkbe. A legjobb barátnőm anyukája szlovák, apukája magyar. És sokszor játszottunk egymással úgy, hogy ő szlovákul beszélt hozzám, én meg magyarul hozzá, de hát így is értettük egymást. Nekünk ez teljesen automatikus és természetes volt. Boldog gyerekkorom volt, de valahogy mégis bekúszott az életembe, hogy nem is kell a szlovákokat annyira szeretni, mert ők se szeretnek minket, és hogy hülye tótok, meg hogy nehogy egy szlovák fiú tessen meg nekem. Akkor hallottam, hogy szlovák kamaszfiúk ilyeneket kiabálnak utánunk, hogy magyari, za Dunaj! Ami azt jelenti, hogy magyarok a Duna mögé. Azt mondták a szüleim, hogy ezzel ne foglalkozzak, mert buta ember a magyarok és a szlovákok között is van. Nekem fogalmam sem volt arról, hogy hogyan kell megvédeni magam, vagy hogy egyáltalán mire való ez az egész. Utaztam a buszon a barátnőmmel, mentünk Nyitrára, és magyarul beszélgettünk. Oda jött hozzánk egy néni, és azt mondta, hogy Jevčence, na Slovensku po szlovenski. Azaz Szlovákiában szlovákul, kislányok. Nagyon elszégyeltem magam, nem tudtam, hogy mit kell ilyenkor mondani. Csak ültem lefagyva, és alig vártam, hogy leszállhassak a buszról. Valamiféle háborúban vettünk részt, úgyhogy én ezt egyáltalán nem akartam. És pusztán attól, hogy én magyarnak születtem Szlovákiába, ez egyesek szemében automatikusan azt jelentette, hogy ellenség vagyok. Imádtam a szlovák filmeket, meg a szlovák színészeket, gyakran néztük a helyi csatornákat, és soha egyetlen egy pillanatra sem ébredt fel bennem a szlovákok iránti gyűlölet. Persze néztem a tévében Budapestet is, és nagyon tetszett, hogy a híradós bácsi mögött ki vannak világítva a hidak. És azt gondoltam, hogy fú, lehet, hogy nekem egyszer ott kellene élnem az igazi magyarok között. Csak akkor nem tudtam, hogy tőlük is különbözünk. Anyukám kitervelte, hogy elmegyünk Győrbe vásárolni. Még az iskolából is kikért minket ezért. És azt mondta, hogy mindenki kaphat egy ruhát. Nem tudtunk aludni a hugommal, annyira vártuk, hogy mehessünk. Én kitaláltam azt, hogy úgy fogok beszélni Győrben, mint a tévében. Tájszólás nélkül. És akkor leparkoltunk az Arabona üzletház parkolójában, mentünk a sétáló utcán, és láttam, hogy ki van írva, hogy étterem, meg cukrászda. És hát ez nekem nagyon tetszett, hogy itt magyarul vannak kiírva a dolgok. És hogy úristen, itt szabad magyarul beszélni, és hogy ez mennyire csodálatos. Anyukám összeismerkedett Gizikével, aki egy butikos nő, később nagyon jó barátnők lettek, és a Gizike ilyen nagyon érdekes szavakat használt, hogy mizu, meg hogy ja. Később megpróbáltam ezeket a szavakat beépíteni a tájszólásba, csak sajnos nem passzolt sehogy se. És akkor láttam, ahogy a butikban anyu, meg a húgom beszélget Gizikével, és a másik két eladónő sugdorózik és nevetgél. És én tudtam, hogy azon nevetnek, hogy a húgom és az anyukám társzólásban beszélnek.
Most már nagyon haragszom magamra ezért, de akkor azt kívántam, hogy bárcsak a húgom és az anyukám is tudna ilyen szépen magyarosan beszélni, mint ahogy én ellestem a tévéből. Amikor hazamentem, azt hiszem, hogy akkor fogalmazódott meg bennem először, hogy én miért nem lehetek csak egy valamilyen. Vagy csak magyar, vagy csak szlovák. És akkor jöttem rá arra is, hogy Magyarországon is idegenek vagyunk. Közben az iskolában az volt mindig a téma, hogy vajon a kormány megengedi-e, hogy legyen kétnyelvű bizonyítványunk, szlovák-magyar, vagy csak szlovák lesz. Meg sokan lettek szlovákok a faluban. Sokan adták be a magyar gyerekeiket szlovák iskolába, és a kiskönyvecskében már nem azt írták be, hogy magyar nemzetiségű, hanem azt, hogy szlovák. És magyarázkodtak a szülők, hogy így sokkal könnyebb lesz a gyereknek. Én pedig szavaló versenyre jártam, magyarra és szlovákra is, és sikeres voltam ezeken a versenyeken. Azt mondták a tanárok, hogy én tudok úgy beszélni, mint a magyarországiak, mert hogy örököltem a pogrányi áhangzót, ahonnan anyukám származik, és az nem olyan csúnya, mint a cétényi. Ennek nagyon örültem, és akkor úgy döntöttem, hogy én Pesten leszek színésznő. Tudom, hogy sokan gondolták azt, hogy ez hülyeség, és hogy nem fog sikerülni, de azért azt mondták, hogy hajrá, Szandrika. Tovább tanulni a szlovák komáromi Seje János gimnáziumba mentem, mert tudtam, hogy van ott egy színjátszókör. És meglepődve tapasztaltam a szlovák órán, hogy a szlovák komáromi járásból származó osztálytársaim közül kb. Csak hárman beszélnek jól szlovákul. Hát azért, mert ott már a környéken, a boltokban lehet magyarul kérni az eladóktól. Annyi a magyar. És én akkor nagyon büszke voltam magamra, hogy úristen, én tudok egy másik nyelvet, és hogy ez gyerekkorom óta tudom, és ez mennyire menő. És örültem a szlováknak, amire addig sokszor haragudtam. Aztán jelentkeztem a Színművészeti Egyetemre, és vittem magammal egy monológot, amit tájszólásban adtam elő. Vagyis az anyanyelvemen, mert nekem az az anyanyelvem, a palóc. És hát ez lett az aduász. Az addig utált és szégyelt nyelv hirtelen különlegessé vált. Megtaláltam azt a helyet, ahol értékelik, hogy én így is tudok beszélni. Ízes beszéd, így hívták. És akkor a Máté Gábor osztályába jártam, és volt egy olyan mesterségúra, amikor az volt a feladat, hogy sétáltas kutyát úgy, hogy a gazdiról fel lehessen ismerni a kutya fajtáját. Hát valahogy így nézett ki kb., hogy Lídia, gyere ide, ne ugass, édesem, azonnal gyere ide. Valami ilyesmi, és aztán a Gábor azt mondta, hogy jó, most menjél ki Szandra, gondold át, gyere vissza, és csináld meg az egészet szlovákul. Jó? Lídia, gdohe, pocsem, rozumiesz? Nie pocsujesz, nie szczekaj. Hát valami ilyesmi volt, és a Gábor azt mondta, hogy Szandra, sokkal jobb szlovákul. Sokkal önazonosabb vagy. Akkor már tényleg nem értettem, hogy mi van. Nagyon jól éreztem magam Budapesten, és úgy gondoltam, hogy a helyemen vagyok, és ez lehetne akár az otthonom is. Amikor viszont hazamentem Nagyszéténybe, apukámmal beszélgetünk, és valamit a kelleténél magyarosabban mondhattam, és ő azt mondta erre, hogy te itt nekem ne pestieskedjél, megértetted? Hát, amikor már kicsit később színházban játszottam, utaztam egy taxissal, és megkérdeztem tőle, hogy jár-e színházba, akkoriban mindenkitől ezt kérdezgettem. És akkor azt mondta, hogy ő már nem jár, mert már a színpadokon is csak ilyen tótok, meg románok vannak. Hogy mindenhova beengedik ezeket a határon túliakat, és akkor mondtam neki, hogy csókolom, én pont egy ilyen vagyok. Mindig másoknak volt ezzel baja. Mindig mások ütköztek meg azon, hogy én magyar vagyok, szlovák vagyok, egyszerre mindkettő. Mindig mások akarták megmondani, hogy minek érezzem magam. Mindig mások döntötték el, hogy milyen nyelven beszéljek. Mindig mások határozták meg, hogy a szégyent érezzem, vagy a büszkeséget. Aztán elvégeztem a Színművészeti Egyetemet, és a Katona József Színházhoz szerződtem.
Persze, én is, mint minden színész, vágytam díjra. Főként azért, hogy visszaigazolást kapjak, hogy másoknak is jó-e, hogy színésznő lettem, vagy csak nekem. Nem kaptam legjobb 30 év alatti színésznek járó díjat, vagy legígéretesebb pályakezdőt, vagy a poszton alakításdíjat, és akkor megtudtam, hogy a Junior Prima díj bizottsága megszavazta nekem az elismerést. Csak hát volt egy kis probléma, a szlovák állampolgárságom. Azt mondták, hogy ha felveszem a magyart, akkor megkaphatom a díjat. Én viszont tudtam, hogy ha felveszem a magyart, akkor elveszítem a szlovákot. És azt még egy díj miatt sem akartam, mert nekem ott él a családom, és én ott vagyok otthon. Nagyon haragudtam arra az emberre, aki ezt a döntést hozta, mert nem értettem, hogy nem elég az, hogy én itt vagyok színésznő, ide jártam iskolába, itt játszom. Sokat sírtam, mert végre kaphattam volna egy díjat, csak a szlovák magyarság közbeszólt. Aztán eltelt 2 év, és megkaptam a legjobb európai színésznőnek járó elismerést. Egy olyan díjat, ami se nem magyar, se nem szlovák, sőt, egyáltalán nem érdekli az identitásom. Mielőtt felmentem volna a színpadra, azon gondolkodtam, hogy ha én nyerek, akkor majd megköszönöm szlovákul és magyarul is. Amikor viszont ott álltam, egyáltalán nem bírtam kimondani ezeket a szavakat, sőt, beszélni sem tudtam a könnyektől és a meghatottságtól. Mert ez a díj végre azt jelentette, hogy nem számít, hogy honnan származom, hogy hol élek most, és hogy milyen nyelven szólalok meg. Pár hónappal később az apukám telefonált, hogy Szlovákiában egyike lettem az év fontos személyiségeinek. Rá 3 hónapra pedig megtudtam, hogy Jászai Mari díjat fogok kapni itt Magyarországon. Életem során sokszor találkoztam az identitásom miatt a haraggal, a gyűlölettel, a csúnya szavakkal, vagy éppen a szégyennel. Én viszont egész életemben tudtam, hogy a békét akarom választani. Hogy én döntöttem el, hogy erre az egészre haragszom, vagy különlegesnek érzem magam tőle.